adja magát az első kérdés, hogy itt vagyunk a 2020-as hazai rendezésű EB, mind a kettőtöknek megadatott, hogy hazai rendezésű Európa-bajnokságon játszott. Hogyan hasonlítjátok azt össze a mostanival, és milyen emlékeitek vannak arról? Nagyon-nagyon jó lett volna itthon elkapni a szerbeket, ehhez képest igazából esélyünk se volt, kezdtek egy 5-0-a. Sajnálom azt a meccset, sajnálom, ott több volt bennünk, ettől függetlenül ez az EB nekem most teljesen más. Eddig mindig játékos voltam, most meg így tényleg így mindenhol vagyok. Én nekem egyszer volt életemben az, hogy a pesti EB-n, hogy olyan libabőrös voltam a bevonulásnál a köpeny alatt, hogy így nem mondom, hogy rosszul voltam, nem voltam rosszul, de egy ilyen extra állapot volt már bevonulni. Olyan örjöngés fogadott minket, nagyon felfokozott hangulat volt, és tényleg nem azt számított, hogy X vagy Y-nak hívják, hogy sztár volt, nem sztár, hanem hogy a magyar válogatott játszik, ez a csapatsport ereje. Madaras Norbert és Kis Gergely annó sorra nyerte az aranyérmeket a magyar vízilabda válogatottal. A két klaszt is balkezessel, tehát bőven volt, mire visszaemlékeznünk a budapesti póló EB-n. Hát ez a VB döntő, nekem az első VB-n volt. Egyébként és az első VB győzelmünk mindenkinek, aki itt volt a csapatban. Igen. Nekünk már volt ezüstük Pölszből, ugye? Igen. Ja, volt egy második, meg egy ötödik helyünk. Igen, és egyébként valahogy a magyar vízilabdában a VB-k nem nagyon jönnek össze. Van 9 olimpiai bajnoki cím, rengeteg VB ezüst, azt hiszem, hogy 7, és csak 3 győzelem. Tehát elég sok döntőt elbuktunk valahol. Egyébként mi is elbuktunk 2-t ezután. Tehát, itt a Norbi berobbant a köztudatba, nagyon sokan nézték ezt a meccset, ha jól emlékszem, a tévénézők is, és hatalmas volt az uszoda is, sok magyar volt. Nekem az maradt meg benne egyrészt, hogy a hosszabbítás miatt átnyúlt a következő napra a döntő, mert későn kezdtük, 22:30 vagy valami ilyesmi, 0 óra, nem tudom hánykor fejeztük be. És a Norbi 3 ember előny gólt bevert, és én azt éreztem, hogy nem fogalmuk sincs az olaszoknak, hogy mit kéne csinálni a Norbi lövésével, mert nagyon más volt a Tibihez képest is, hozzám képest is, de megint egy balkezes. És ugye a kapusoknak az edzése nehezebb modellezni, főleg ahol nem sok a balkezes, hogy mindig a jobbkezesekre készülnek, de a balkezes lövése az valahogy más. És Norbinak volt egy gyors lövése, ami szerintem nagyon megzavart őket, és hát aztán megnyertük hosszabbítani. Nekem egy több emlékeszembe, és nagyon sok emlékeszembe, hogy nincs ennyi időm, most, hogy így nézem. Egyfelől az, hogy előtte az EB-n sokat játszottam, és azt gondolom, hogy jól is, de itt a VB-n addig kevesebbet is, és olyan semmi különös. De a Dénes szólt a meccs előtt, hogy az elődöntő után, hogy úgy gondolja, hogy sokat fogok játszani. És így mondom, jó. És tényleg sokat is játszottam, és az első pillanattól kezdve nem tudtam elképzelni, hogy kikaphatunk. Ez ilyen fiatalságnak a, vagy ilyen fiatal lendület, hogy én itt vagyok ezekkel a játékosokkal, hát mi jobbak vagyunk, mint ezek az olaszok, ugye? Igen, érdekes, ez a 2003, igen, hogy egyrészt magabiztosak voltunk, de tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, de egyszerűen tele voltunk energiaverővel, és egyébként meg a papíron is azt tűnt, hogy mi vagyunk a erősebb csapat. Igen. Nekem meg a Tibiék jöttek oda a meccs előtt a Kásával, meccs előtti este, hogy ha lesz büntető, akkor vállaljon már. És pont ugye a hosszabbításban, amikor szándékosan rosszul kértek időt az olaszok, hogy lőjünk egy büntetőt, és ha kimarad, akkor még van esélyük följönni, és akkor nekem kellett ezt belőni. Igen, és nekem meg még egy, hogy emlékszem, szintén nekünk állt ez a meccs, de kiegyenlítettek, hosszabbítás, és én vittem oda a labdát betenni a ráúszás előtt, és akkor egy olyan gondolatom volt, hogy jó, hát hosszabbítás, most megint meg kell csinálni, de eszembe nem jutott, hogy mit kikaphatunk, és egyébként a hosszabbítás is végig játszottam, tényleg sokat játszottam, pedig egy ilyen, hát fiatal is voltam, meg újonc is, de hát azt hiszem, hogy nem csak Dénes, hanem a csapat is bízott bennem, nekem ez nagyon sokat jelentett ott. Szerinted hányszor kellett megnéznem? Hát, ugye azt is sokszor elmondtam már, hogy ez a 0-3, az borzalmas volt megélni, hogy és ugye előtte hosszabbításos volt a bronzmeccs, és később kezdtük, és ültünk sokat abban a váróteremben, emlékszel, a szerbekkel együtt. És ez nagyon hosszú volt nekem, hogy menjünk már, szét akartam robbanni már, én azt éreztem, és nézem ott mellettem a legjobb szerbeket, hogy most akkor itt játszunk ilyen farkaszemet, nézünk meg most itt még fél órát, és aztán 0-3 elindul egy szuper csapatnak úgy az olimpiai döntő, 0-3, és tényleg így hideg zuhany volt mindenkinek. És aztán, amikor visszajöttünk a meccsbe, akkor most nem tudom, hogy azért lőttem én a 3 gólt 0-3 után, mert én reagáltam le hamarabb ezt, hogy nehogy már, de mindenki lereagálta aztán, és nagyon ment a csapat. Szoktam mondani, hogy egyszer vezetünk a döntőbe, de az 2-17-nél. Én azt hiszem, hogy pont az egész olimpia így van, de ebben a meccsben sok minden benne van, ami ez a csapat volt.
tehát hogy ilyen nincs lehetetlen, ezek ilyen nagy szavak meg közhelyek, de tényleg úgy volt, hogy nincs lehetetlen, valahogy úgy kellett alakulnia, tényleg, ha vannak ilyenek, akkor ennek úgy kellett alakulnia, hogy nekünk kellett, nem tudom. Tehát így és nekünk. Meg hát meg volt beszélve egy figura, amit az olimpián kezdtünk ebbe gyakorolni, amivel mégis megnyertük a meccset, előtte Kása belőtte egy passzal korábban ugyanazt a figurát, és aztán úgy játszottuk végig, hogy azért ha hallod a neveket, hogy Benedek, Kásás, Biros, hogy micsoda átlövők, és akkor mindenki tudta, hogy mi a dolga, mindenki úgy játszott, hogy a vége legyen a legjobb, és akkor nekem csak be kellett lőnöm, mert végigjátszottuk a figurát, és senki nem tojt be, senki nem okoskodott, hanem tényleg egy férfias csapatmunka volt az egész olimpia is, meg ez az utolsó akció is. Az elején kell megfogni ezt az amerikai csapatot, hogy ne higgyék el, hogy van keresni valójuk. Hogy mondjak itt egy dolgot el, ami én közben is igazságtalannak gondoltam. Atén után jöttek az ezüstök. Ugye az előbb említettem, hogy volt két VB ezüst 2005-ben Montreal és 2007 Melbourne. És közben volt Belgrádban egy szinten egy EB ezüst, egy olyan meccsen, ahol egyébként szerintem jobbak voltunk, de gyakorlatilag szétvágtak minket, tehát így, nem győzhettünk, mert ott nem tudom hány ezer ember volt, és így fogták a nyakamat, és nem fújtak semmit. Tehát jöttek az ezüstök, és ezt így nem megbántva senkit, tényleg mindig ezüst lett, de hát ezüst, tehát döntőt játszottunk, abból egyszer egy góllal kaptunk ki, egyszer hosszabbításba, ilyen piciken a horvátoktól. Igen, de igen, hosszabbításba, és hogy mindig, mi végig mindig ott voltunk, de valahogy ilyen méltatlan volt, egy kicsit az volt, hogy ezek már többet nem tudnak, meg nem tudom, pedig hát VB ezüstökről beszélünk, és itt ha meg annyira megszokott, hogy ez a csapat ezüst, hát ezeknek már nem olyan, ez most is azt mondom, hogy nem azt, hogy nem tetszik nekem, ez ilyen itthoni ilyen betegség, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem bízol onnan, akik azt van hosszabbításban egy gól, hát én tudom, hogy ez micsoda, az semmi se. És ettől függetlenül pont ezért gondolom, hogy igenis benne volt abban az olimpiában, hogy ez a csapat még egyszer hogy ne tudna. Hát előtte ilyen nüanszokon ment el. Lehet az ezüstök is kellettek hozzá, de Pekingben emiatt rá egy picivel szerintem kevesebb volt a nyomás, nem? Kevesebbek közben azért értünk, tehát idősebbek lettünk megint, csak a csapat többsége 30 fölé ment. És ott meg azt éreztem, hogy kicsit ezeket a dolgokat le tudtuk már jobban vetni magunkról, hogy mondjatok, amit akartok. Volt addig bennünk 7-8 aranyérem, vagy már több is, nem tudom, 97-től, és azért hagyd tudjuk már mi jobban, hogy mi van szakmailag. És hát az is egy nagyon erős csapat volt természetesen, és egy óriási garnitúra. És ott is jó volt megélni, sok szép élmény. Meg összességében az volt az utolsó egy dobásra szerintem annak a csapatnak. Láttad a filmet? A filmet láttam. És nagyon érdekes volt, mert utána, minket utána összesorsoltak a Honvéddal. Ugye Honvéd, fél Honvéd, vagy még több játszott ebben a filmben. Én akkor, és a negyeddöntőt, BL negyeddöntőt játszottunk, és akkor így még viccelődött. A Szívos Marci viszont velem volt kint. És aztán le is győztük őket oda-vissza, hál' Istennek. Lehet, hogy félig a filmnek köszönhetően, mert egyébként mondom, jobb csapat voltak, mint mi, de ők filmeztek itthon. Egy hét volt, igen, ez a forgatás, és vicces volt az akkori legismertebb színészekkel együtt játszani egy nagy produkcióban, ahol hollywoodi stábtagok voltak a víz alatti jeleneteknél, meg ilyesmi, akik mondjuk az olasz melóban, meg ilyenekben dolgoztak a hollywoodi filmben, és aztán az, hogy én szovjet casting után szovjet szerepet kaptam, most kicsit vicces volt, hogy a magyar menők ellen kell nekem ilyen feladatokat csinálni, hogy a műbőr labdával csavarj egy olyan kapufát, ami ott marad a magyar kapusnál, a Széchi Zolinál. Tehát ne legyen gól, ne legyen fölém, csavarjak egy kapufát levegőbe elkapott labdából, háttal a kapunak, ami pont ott marad nála, hogy tudjanak menni. Ez hány óra múlva fog sikerülni, azt mondom, hogy negyedik vagy ötödike sikerült, de hogy... Hú, igen, érdekes, hogy nagyon sokat nevettünk az már meg a filmből, és hogy egy kicsit belekerültünk ebbe, hogy adtunk a szélesebb közönségnek is egy vízilabdás élményt. Mondjátok el, hogy kiket látunk ugye a képernyőn, és hogy ők felnőhetnek-e majd a Madaras, Kis Gergely, akár Benedek balkezes szintre? Hát most a mezőn nézzük, akkor itt a legjobb, mert hogy 4-5 balkezesből kettő, azt mondom, hogy igen. Szerencsére az elmúlt 30 évben, vagy 25 évben ezt elmondhatjuk sokszor, hogy a világ legjobb 4-5-6 balkezeséből 2-3 mindig magyar volt. Attól függetlenül, hogy olimpiai bajnok vagy nem, de jó játékos volt, ez biztos. Nyilván ahhoz minden kell, tehát az egy, a mi esetünkben azt gondolom, hogy vagy a sajátomról beszélek főleg, hogy egy jó együttállás volt, hogy volt mellé 10x-ről a játékos, aki meg nagyon jó. Én azt gondolom, hogy mai magyar válogatottban is ők mind a ketten a top 4-5 játékosban vannak benne összességében. És tényleg jók is. Sok hasonlóság és sok különbség van. A korosztályban is, meg a játék stílusban, tudásban is. Például mind a ketten én nálam sokkal gyorsabb úszók.
én közepes úszó voltam, és sokat küzdöttem ezzel, hogy ott tartsam legalább a közepes szintet. A Norbi nagyon jó úszó volt, ugye ő úszóból lett vízilabdás, tehát ő hasonlítanak ebben rá. De csomó minden, például mind a két fiú nagyon magasra kiemelkedik, nagyon erős lövése van. Például a Madi inkább ő gyorsabb lövő volt, én meg inkább a kiemelkedő és nagy lövő. Tehát voltak köztünk a játék közben olyan stílusbeli különbségek, amivel szerintem pont jól kiegészítettük egymást, ahogy mondtam a Tibivel is. Ők ketten hasonló stílusok egy picit. Vámos Marci, amennyivel idősebb, szerintem annyival komplettebb jelen pillanatban még. Talán igen, de például hatalmasat lő, és soha nem tudtam olyat nagyot lőni. Valjási, akkor mind a kettő nagyot lő, ha akar, és azért haragszom rájuk, amikor nem emelkednek ki. Én a Vámos Marcival dolgoztam, hogy itt a Vasasban játszottunk, és akkor 18-19 évesen foglalkoztam vele. Egyszer föl is szakadt a szemöldököm, az egy anekdóta. Ezt elmondom, mert nagyon vicces, hogy edzésnek vége, gyakoroltam vele szabaddobásokat, és azt mondja edző, hogy oké, vége, és mondom, nagyon Marci, még egyet lője, hogy még egyszer ezt vegyük át. Kiemelkedett, lőtt, és ahogy a lendületből eltalált a szemöldökömet, és véreztem. És tehát az edzés után egy percem, amikor már ki lehetett volna mászni, én mondom, hogy gyakoroljunk meg, és akkor én kezdtem vérezni, mint az öreg játékos. Tehát, de jó kezük van mind a kettőnek, nagyon jó kezem van. A mezőny fölött vannak, ha akarnak. Jók. Köszönjük, hogy velünk vagytok, ezek voltak a mi reakcióink. Ha tetszett a videó, akkor kövessétek a Magyarok YouTube csatornáját.